A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Fő tevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősen megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben. Bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Úton. Round! Round!
Mérkőzésen a kiállítás nagyba befolyásolta. Így is azért jól játszottunk, megérdemelten nyertünk. Azt gondolom, szép gólokat lőttünk, de attól függetlenül az ellenfélen
látszott az, hogy egy jó csapat, jó játékosaik vannak, úgyhogy rendkívül értékes győzelmet szereztünk a második helyen álló csapat ellen. Mindenkinek gratulálok a csapatból, jó volt a hozzáállás, és helyenként jól is játszottunk. Csalódott ember természetesen, hiszen nem ilyen mérkőzésre számítottam. Gratulálok a Paks 2-nek a teljesen megérdemelt győzelméhez. Még egyszer mondom, megérdemelték, de még inkább megérdemeltük mi, hogy ma ne szerezzünk pontot, hiszen nyeretlen két éves módjára játszottunk ma, ami nem jellemző ránk, hogy szögletből 3 gólt kaptunk, és nyilván a kiállítás az befolyásolta az eredményt meg a játék képét is, de annyira nem, amennyire szétestünk. A jó hír az, hogy van még hátra 7 forduló, és a céljaink azok változatlanok. Megpróbáljuk összekapni magunkat a jövő hétre, de ez nyilván a mi feladatunk. Gratulálok még egyszer a Paksnak. 5-1-re megnyertük a Szeged elleni hazai mérkőzésünket. Úgy érzem, ez egy megfelelő revans a múltkori 7-1-es kudarc ellen. Végig kézben tartottuk a mérkőzést. Az elején egy szerencsés szituáció volt, mert egy piros lap és 11-est is kaptunk. Az nagyban befolyásolta a mérkőzés, jobbunkra, hál' Isten. Bízunk a hasonló jó folytatásban. Sikerült 5-1-re nyerni most egy jó Szeged ellen. Ugye össze 7-1-re kikaptunk ott, úgyhogy úgy készültünk a meccsre, hogy most revansot kell venni ellenük. Hál' Istennek ez sikerült is. Közel járta szerintem az is, hogy az elején kiáltották tőlük a kapust. A büntetőt sikerült értékesítenünk. Igazi csapatmunka volt, és úgy gondolom, hogy a szünet után így kell folytassuk még.